Bokertov. Kérem szépen, a Gittin Traktátus hatos lapja fog ma reggel következni, és az eddigiekhez képest egy viszonylag könnyű, szelíd, lájtos uh, lap lesz a mai sírunknak a középpontjában. Csak szeretném gyorsan felfrissíteni mindenkinek a számára. Van hang? Kálmán. Volt? Jó. Tehát uh, szeretném mindenkinek felfrissíteni, hogy uh, miről is van szó. Arról beszéltünk, hogy uh, amikor jön egy küldött, és a tengeren túlról hoz getet, akkor mit kell mondjon? Mit kell mondjon? Előttem írták, és előttem írták alá. Ebbe fanány nechtávú, vagy fanány nechtam. Uh, mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy uh, két lehetséges válasz van arra, hogy ezt miért kell csinálni. Vagy azért, mert... Kimaradtatok? <laughs> Mi történik az, ami nem jön a zsinagógába? Uh, vagy azért kell csinálni, mert uh, uh, külföldön nem olyan felkészültek a bézdinek, és nem tudják, hogy uh, egy getet azt névre szólóan, személyre szólóan kell írni, és hogy ezt biztosra menjünk, hogy ez, ez mégiscsak személyre szólóan történt, vagy pedig azért, mert ö, ö, később, hogyha a férj esetleg ö, azt állítaná, megrágalmazná a getnek a hitelességét, akkor majd kellene azonosítással érvényesítenünk a getet, a tanúk azonosításával. De ez nem biztos, hogy sikerülne, hogyha külföldi getről van szó, mert nehéz onnan beidézni a tanúkat. Ezek a két lehetséges ok. Rába és rava véleményem. Szia! Rába és rava véleménye. Most ö, ö, arról is szó volt, hogy ö, mindez ezért Izraelben nem aktuális miért? Izraelben felkészültek a bézdinek és Izraelben nincs olyan probléma, hogy nem fogjuk tudni beidézni a tanút, mert Izraelben állandó bíróságok vannak, és az állandó bíróságok olyan kiterjedt és erős hatáskörrel rendelkeznek, hogy nem lesz gond az idézés sem. Tehát Izraelben belül még egymástól két távoli város esetében is nem kell mondani azt, hogy előttem írtak, bocsánat, előttem írták, és előttem írták alá. A mai témánknak a középpontjában az lesz, hogy mi a helyzet Babilóniával. Vajon Babilónia, ahol már az első szentély pusztulása utántól komoly zsidó közösség élt, öt, olyan kategóriába tartozik-e, mint az Izraelen kívüli többi ország, vagy, um, tehát ami azt jelenti, hogyha például Babilóniából hoznak getet, akkor kell mondani, a Babilónián belül két egymástól távoli városban viszik a getet akkor kell lemondani, vagy olyannak tekintjük Babilóniát, mint Izraelt. Miért? Mert Babilóniában értem szerűen a rabbik és a bíróságok fölkészültek, illetve e, nincs probléma az idézéssel, mert nagy a forgalom Babilónia és Izrael között, valamint Babilónián belül az egyes városok között. Na nézzük. Az ötös lap végén azt mondja a Talmud, bár hegyja, Bajlászó itt a bár hegyja egyszer egy getet akart hozni a városából, Izraelen kívülről, Izraelbe. Azt mondta, hogy a de Havan munagiti és eljött Rab Áchi elé, aki a get, a váló levelek adásával kapcsolatban volt a felelős. Amen egy calich attól lámaid alkol ősz És ugye, mivel külföldről jött a get, ezért ugye ebben az esetben is úgy kell eljárni, hogy a Sliáknak a küldöttnek látnia kellett, hogy a getet írják, és a getet aláírták, hogy biztosan menjen benne, hogy tényleg tudják azt, hogy a személyre szólóan kell csinálni, és nem egy biankó getet használnak, vagy egy nem felhasznált getet hasznosítanak újra. Um, és mit mondott neki, Reváhi? Azt mondta neki, hogy olyannyira látnod kell, um, hogy előtted írták a getet, hogy minden betűjét látnod kell. Az írnok, amikor írja a betet, ott kell állj mellette, és figyelned kell, hogy a getet csinálja. A lejt, szarik álmodeka, és azt mondja, hogy rabi ámi, Vagy ezek után eljött rabi ámihoz és rabászihoz. ászihoz. Amen lejt, Azt mondta neki, azt mondták neki, ez, ez, nem igaz. Nem kellett volna, hogy ott lásd minden egyes betűt. Itt én ma evid le humra. És hogyha azt mondanád, hogy nagyon jó, Hát nem kellett volna látnom az egészet, elég lett volna csak egy részét látnom annak, hogy írják a getet. De én szigorúbban jártam el, mint az átlag. Mi baj lehet a szigorból? Az extra szigorból mi baj lehet? Nincs át a maici Ma Ma Giti, gitin, amely sajnin. Akkor mi fog történni? Az összes korábbi getre te tulajdonképpen rágalommal fogsz élni. Összefoglalnám, hogy mi a téma. Tehát mindjárt fogunk beszélni Babilónia státuszáról is, ahogy azt felvezettem, de előtte az a kérdés, hogy amikor a küldött jön, és azt mondja, előttem írták a getet, és előttem írták alá, akkor mit jelent, hogy előttem írták? Ott kell legyen, és figyelje, ahogy a getet írják. Értsük, egy get megírása az mondjuk legalább 40-50 perc. Ott kell állnia a get írásakor, és látnia kell, hogy a, a, a szofer, az írnok írja minden egyes betűt. Rabbi Áchi azt mondta, hogy igen. Rabbi Ami és Rabbi Asi azt mondták, hogy nem. És nem csak, hogy nem, de amúgy, ha gondolod, akkor csinálhatod, hanem jobb, ha nem. Miért? Mert ha te ott fogsz állni minden egyes betűírásánál, pedig erre valójában nincs szükség, akkor azt fogják mondani, hogy azok a getek, ahol nem állt ott a shriach, nem állt ott a küldött, hogy figyelje az összes betűírását, azok nem is kóserek. Ezzel te tönkre teszed, vagy minden Elbizonytalanítod az embereket azoknak a geteknek a, a kapcsán, amelyeknél nem állt ott a küldött, hogy minden betűt lássan. Hm? Az. Álljon álljon. Kérdés, mit jelent, hogy ott lát, ott lát? Mit mond azzal, amikor azt mondja... De mi annak a jelentősége? Miért kell, hogy ezt mondjak? Aha, akkor oké, okay. de az, ahhoz elég látni, mondjuk az első sort leírta. A célzottan az azt jelenti, hogy nem egy biankógetet használunk. Okay? Ha ő ott ült, és lát, hogy van egy papír, ami, ami tiszta, és azon elkezd írni az írnak. És látta az első sort, majd visszajött, és lát, hogy a tanuk látta, hogy a tanúk aláírják. Az elég? Ő látta, hogy célzottan lett írva. Azt kell látni két dolgot mond, előttem írták, és előttem írták alá. Tehát ő kell, hogy lássa azt, hogy a getet írják, célzottan, és a getet célzottan írták alá a tanú. Valamennyit mindenképp kell látni, de minden betűt nem. A szörnyű de minden betűt kell. A szörnyű Áhi és nem, nem, nem kell minden betűt. Sőt, nem csak, hogy nem kell, nem is szabad. Mert hogyha te ott állnál minden betűnél, akkor az emberek azt gondolnák, hogy csak az a getkóser, amit minden, ennek a minden betűjét láttad, hogy írták? Látja a getett végén, elolvassa. Ez nem, tegyük fel, hogy kiadták a nevet. Utána vissza lehet ír, be lehet írni a nevet. Ne ők. Látja az első sort, elmegy sétálni, megebédel, visszajön, és látja, ahogy oh, itt az egész gét, és a, a tanúk alá is írják. Minden ott ott te készget látta, hogy írják, látja, hogy kész van, most látja, hogy a tanúk aláírják. És tint? Rába bárkána itt a pálga ichtivke, mely pálga le ichtivke, Rába egyszer hozott egy getet, aminek a felét előtte írták, a másik felét nem. Azt mondja, hogy a Lazar, amely a filulai kaszöbbi el a sita ahászlis masu, erre eljött Rabi Lezere, a, a Balaz elé, és megkérdezte, hogy mi van ezzel a gettel, nem látta, hogy minden betűt előtte írnak. És azt mondta, hogy a figyelj, ha csak az első sort láttad, hogy célzottan ennek a vállásnak a céljából írták, az már elég. De Vásia már, Rabi erre azt mondta, a filu, Kán Kulmus, meg Kán megilta? Ő azt mondta, hogy ha csak annyit hallasz, ahogy megkezd, rop nem ropog, rezeg, ö, akkor így ez a hang serceg. Amikor serceg a toll a papíron, már az is elég. Mit kell? Nem a szöveget kell, hogy lásd. Tudd, hogy az aktus, az most történik. Nem egy Bianco getet vettem le a, 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 polcról, hanem most írták. Akkor elég, ha csak a sercegést hallod. Tehát nekem ez a vásárlás, a filmú, a huba a a hubál, a filmú, a széfőbál, a a a van egy Braight, amelyikre a vászi véleményét erősíti. A Braight azt mondja valakihoz egy getet a tengeren túlról, és mondania kell, hogy előtte írták, előtte írták alá, akkor elég, hogyha mondjuk a soffer a padláson volt, ő meg a földszinten, vagy ő a padláson, és a soffer a földszinten, a soffer ugye az írnok, sőt, hogyha ki is bejött a házból, bőven elég. Hú, bejött hogy éjfél, hallok En a láf ki de sem a kána, akkor Várjunk csak, hogyha ő a földszinten van a meg a padláson, akkor nem látta. igen, biztos arra úgy kell érteni, hogy de van, nem látta, de hallotta. Hallotta, hogy serceg a és lejöttek egy gettel. már a film Nikos Vécé, Kalem kuloly. Man! mit mondott még ez a Brájtak, hogyha egész nap kibejött, kibejött a házból, az is jó. Ki be kibe? A küldött. Hás tudja, bárki szép, hogy a leghazi, amárt kasse, kasse, nélküli baj Hogyha ö, 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 ő a földszinten van, és az, az írnak a padláson, az jó, akkor ha kibejön, az pláne jó, azt miért kellene mondani? Hát ha kibejön, akkor látja is. El a szajfert. Miről van szó? Nem ő megy kibe, hanem az írnak. Apsita, hát az meg, az Stándeg, az magát olyan, miért nem eljött neki be? Ír egy sort, ki meg, ír még egy sort. És mondja, Nikos Vejcsen, le, azért ne lenne kóseraget, de egy cikke, de napszak, és sukka, azt a mála, hogy is és vagy Igen, mert az a gond, hogyha kimegy az írnok, ír egy fel, elkezd írni a getet. Kimegy. Kimegy a, 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 a az ABC-be, a piacra. Visszajön, akkor azt gondolhattuk volna, hogy esetleg találkozott valakivel, a fiatal azt mondja, figyelj, ír nekem még egyet, visszajött, és már az ő, ő, ő az ő céljából írja. Ezt azt gondolhattam volna, és ezért azt mondhattam volna, hogy nem kóser a gett. Ez mondja a, is a, a Bright, hogy de ez a get is kóser. Oké, okay. idáig tartott az a kérdés, hogy. hogy um, idáig tartott az a kérdés, hogy mennyire kell látni a get írását. Most átülünk arra a kérdésre, hogy tényleg mi a helyzet Babilóniával? Itt már Bavel Mi a helyzet Babilóniával? Ráva már Markáros Izrael, legitim is van Amerika Kuczlarec. Ráv szerint Babilónia olyan státuszú, mint Izrael, Azt írja a kata, hogy a Babilónia az anakronisztikus elnevezés. Akkor hogyan kéne neveznünk Babilóniát? Perzsia? Um, hogy neveznéd kata? Talmudi korban. Oké, okay, bár is legyen, azt mondja Ráv, Babilónia olyan, mint Izrael, és azt mondja, Babilónia olyan, mint a többi Izraelen kívüli terület. Magyarul, az, aki azt mondja, Ráv, hogy olyan, mint Izrael, szerinte, ha Babilóniából Izraelbe, Izraelből Babilóniába, vagy Babilónián belül két távoli városba viszik a getet, két távoli város között viszik a getet, nem kell, hogy a Sliák lássa, és utána mondja, hogy előttem írták és előttem írták alá. Sumoyel, aki azt mondja, hogy olyan, mint hucla mint Izrael kívüli az összes többi terület, akkor mind, ha onnan Izraelbe, vagy Izraelből oda, vagy Babilónián belül, két városon belül viszik a getet, akkor kell mondani, hogy előtte írták, és előtte írták alá. Azt mondja, Talmud, Leima be mifligi. Tételezzük föl, hogy akkor következő a vita. Az ő vitájuk ugyanaz a vita, mint Rába és Rava vitája. Miért? Már szavár le fiseimikén is ma miri. Rába, ki azt mondja, hogy Babilónia olyan, mint Izrael, feltetően azt a véleményt követi, amit Rába mondott egy nemzedékkel korábban, pár nemzedékkel korábban, hogy a probléma a tudatlanság. Az izrael kívüli bíróságok nem olyan nagy tudásúak, és nem tudják, hogy névre szólóan kell csinálni. Babilóniában okosak a bézének, a Babilóniában egy zsidó központot vannak, esivák, iskolák, tehát ott fölkészültek. És ezért mondja, amit mond. Már Márszor, szóval, félső, én nem mint szőmlekáj is A másik vélemény is múl, viszont feltetően Rava véleményét követi. Ki azt mondta, hogy a gond az az, hogy nehéz beidézni Izrael kívül, nem olyan a távolságokat nehéz áthidalni, és nehéz beidézni a tanúkat később a get azonosítása érdekében. És ezért Babilóniában is nehéz, és ezért Babilónia ugyanolyan, mint bármelyik más Izrael kívüli terület. Azt mondta, hogy Rába, Iszléd, a Rába? Ez nem lehet. Miért? Mert végül is a, a Talmud konklúziója az volt, hogy ez a két vélemény, Rába és Rava véleménye, nem teljesen két vélemény, mert Rába, aki azt mondja, hogy a gond az az, hogy nem elég felkészültek az Izrael kívüli Bézdinek, ezt egy pluszként mondja. Nem vitatkozik Rába. Ő is egyetért, hogy van egy probléma, hogy nehéz beidézni a tanúkat Izrael kívülről. Kívül. És pluszban még egy probléma, hogy nem felkészültek a bézenek. Tehát, ha még már eléggé felkészültek is lennének, a probléma, hogy nem tudnak mozogni, az, az ugyanúgy ö, ö, probléma marad. Eredek kullában én a Lekájmai Rávszövek jön, de én ami szívszom is, káh, srik is azt mi szívszom, igen, szájött ridi. Ezért a Talmud azt mondja, hogy nem, Babilónia státuszának a vitája az nem ezen múlik, hanem azon múlik, hogy milyen volt a mobilitás Babilóniában. Ráfszerint aki azt mondja, hogy Babilonia olyan, mint Izrael, azt mondja, jó volt a mobilitás, mert sok jesiva van Babilóniában, és a bóherek jönnek, mennek egymás között, és akkor volt mobilitás, tehát, hogyha kellett, be lehetett idézni a tanukat a bíróságon, akkor is, hogyha egy távoli városban vagyunk. És Moel azt mondta, hogy bár igaz, hogy sok a bóher, és jönnek-mennek a esivák között, de ezeknek nincs fejük arra, hogy tanúkat beidézzenek, meg hozzák, vigyék a híreket. Ezek egész nap tanulnak, el van a foglalva a tanulással. Úgyhogy ezért ez nem egy szempont, és ezért Babilónia is ugyanolyan, mint az összes többi Izrael kívüli ter terület. Tehát ott is kell mondani, hogy előtte írták, és előtte írták alá, mert ezzel már rögtön beazonosítjuk a tanukat. Itt már nem, Amaravában, Amarav, e Hunna, Sinuac, Babel, Kerszisrael, legitim. Ki azt mondja, baba? és így látjuk egy Brájtában, hogy Rábi Ába idézte Ráf Hunát, ki azt mondta, hogy azóta tartjuk magunkat Babiloniának, azóta tartjuk magunkat Babilóniába olyannak, mint Izrael, hogy Ráv Babilóniába költözött. Tehát Ráva az, aki elrendelte, hogy legyen Babilónia olyan, mint Izrael, azért, mert úgy ítélte meg, hogy egyrészt már felkészültek a babilóniaiak, tehát tudják, hogy, előtt, hogy célzottan kell a getet csinálni, másrészt most már van olyan mobilitás, hogy a különböző területek között lehet mozogni. És ezért lehet majd később beidézni a tanúkat és azonosítani a getet. Oké. Okay. Ezek szerint van egy olyan vélemény, ráv véleménye, hogy Babilónia olyan, mint Izrael. Mit jelent, hogy olyan, mint ízre, Hogy például Babilóniában, két város Babilóniában, az egyikből viszek a másikba egy getet, akkor nem kell mondanom, hogy előtte írták, és előtte írták alá. Ezzel kapcsolatban fog Rabbi a kérdést föltenni. A masszív Rabbi Hírmia, Rabbi a miért mire kell mondani, Izra vagy nekem kell Mizrah. A mi misnákban, a traktátus elején a misnában, amikor a azt mondta, hogy Izraelen belül nem kell azt mondani, hogy előtte írták, és előtte írták alá, akkor a Misna tisztázta Izrael közigazgatási határait. És mit mondott? Hogy keleten, rekemtől keletre. És rekem az már kelet, tehát az már Izrael kívülnek számít. Délen, Askelontól délre. És Áskelon az már délnek számít, tehát Izrael kívül van. Északon, Ak Akótól Akkótól északra, és akkor olyan, mint Észak, tehát az is Izrael kívül van. Most ugye mit látunk ebből? Körül van rajzolva Izrael határa, és északtól, vagy Akkótól északra, az már Izrael kívül van. Most Babilónia is Akkótól északra van, és mégis, és mégis, és azt mondja, hogy, hogy az hogy az Izrael kívülnek számít. Összönöm, szóval ezt nem teljesen értem, mert az én fejemben mindig az volt, hogy Babilónia az ez keletre van Izraeltől, de valami miatt... Igen, ez hát egy kicsit éjszakra van. Észak-keletre. Oké. Okay. So, minden esetre mit látok benne? Misna azt mondja, hogy ami akkótól északra van, az Izrael kívül van. Akkor Babilónia is Izrael kívül van. Nik szív, vagy tudjuk, hogy Babilónia északra van mert Babilónia pusztította el Jeruzsálemet, és Jeremiás ezt megjövendölte, amikor azt mondta, Jeremiás 1.14, és szólt hozzám Isten, és azt mondta, éjszakról fog jönni a, rossz. Út nárabi mér, öj mér, áki kereci szöld, a gittin a filab ela, le áki, de van, a baver, de van, laj, és még rabi mér is, a mistánkban azon a külön véleményen van, hogy akkor az még Izrael. Na jó, de ez csak akkor, de ami akkótól éjszakra van, az biztos, hogy Izrael kívül van az, hogy lehet. Azt mondja, a nagyon egyszerű. Humma ma is szív, A De Birmia feltette a kérdést, és ő maga meg is válaszolta. Le bármi bavel, a misnánk miről beszél? Akkótól északra minden, kivéve Babilónia. Szóval a misna általánosságban beszélt, nem, nem, nem Babilóniáról. Tamás, azt mondja, hogy akkótól éjszakra, tehát például, a ria, az már más. Így van. Ádhéjhani Babilónia. Most tisztázunk. Babilónia. Aha. ezt a következő részt, ezt a kata nagyon fogja szeretni. mindjárt meglátjuk, hogy képes-e beazonosítani a különböző település neveket. És közben azt írja a kata, hogy a Talmudi korban a Sassanida vagy Új Perzsa birodalom része volt, Eran Shar, iráni birodalom, a korabeli elnevezés. Most itt a Talmud azt tisztázza, hogy Babilónia mert feltételezem, hogy a tanulmány azért nevezik ezt Babilóniának, mert a, a Tanakh, tehát a Héber Bibliában az elnevezés az Babilónia, és ezért ezt az elnevezést használják. Függetlenül attól, hogy már nem ez volt abban a korban a birodalom neve. Hogy? Babel, Bavel. Oké, okay. hát Heykani Bavel. Mi Babilónia közigazgatás? a közigazgatási területe. Amara papa, kemachlékez, juhszín, kemachlékez, legítén. Azt rá papa, ugyanúgy, ahogy a pedigré kapcsán meghatároztuk a határokat, ugyanúgy a gitin kapcsán, a get kapcsán is. Kidusin traktátusban szó van arra, hogy különböző országokban mennyire lehet bízni különböző emberek pedigréjének a tisztaságában, Mennyire vannak mámzerok, mennyire lehet mondani valaki, aki zsidó az zsidó, aki kohén az kohén, és így tovább. És ott körbe van rajzolva a Babilónia határa, ugyanazok a határok érvényesek itt is. Vénce van már, a McLake's, Luchszín, a le ingyen, legitim, kell ad árbot, nönnyöd de gisra. van, hogy nem. Való igaz, hogy ott szó volt a közigazgatási határokról, sőt, egy vita volt a közigazgatási határokról a juhszín, e, a pedigré kapcsán, de a get kapcsán nincs vita, mindenki egyetért, hogy a, e, a második e, híd, a második híd, ami egy közismert híd volt, Attól éjszakra az már nem Babilónia. Oké, okay. most kicsit uh, résztesebben bele fog menni a tanmud. Lefhizda macrich, me aktiszfoin le be art Mi be art le loj macrich. Babilónián belül volt két település. Az egyiknek az volt a neve, hogy a másiknak az volt a neve, hogy be Na nézzük, hogy Kata fölismeri a neveket. És érdekes módon a Frizda, mind a két város Babilóniában volt, és a Frizda, amikor, vala, amikor, valaki Aktisfonyból Axti, d. Archirba ment, akkor kötelezte az illetőt, hogy mondja azt, hogy előtte írták, és előtte írták alá, de amikor fordítva Archirból mentek Aktisfonyba, akkor nem. Néma, maga szavafi semmi kimélyen is, ma még és a akkor esetleg ez azért volt, mert az egyik városban tudta, hogy tudósok vannak, akik tudják, hogy névre szólóan kell csinálni a getet, a másikban meg nem. Szóval ez nem lehet. Tízbe van rába, iszleg, de rá, mert még egyszer, ugye az, aki azt mondja, hogy a probléma a tudatlanság, az is azt mondja, hogy a, van egy másik probléma is, hogy, hogy, nem lehet beidézni a tanukat. Tehát ez így nem lesz elég. De kuláma vagy nekem. mi de az a haszom, hajnak, hogy a de Hanne the hanne le my time is you could try Nagyon egyszerű. A Axtifony volt a ö, vásárváros. Mindenki oda ment az árujával. B-Artsirból is oda mentek. És ott írtak alá, kötöttek üzleteket, írtak alá okiratokat. Ezért az ak ismerték mindenkinek az aláírását. Az volt a hub. Az volt a központ. A downtown és ott mindenkit jöttek mert az Axtifoniak ismerték a, a, a B. aláírásokat, és ezért jó, könnyen lehetett e, e, azonosítani a tanukat. A B. Archiriak, ők nem ismerték az Axtifoni aláírásokat, mert ők e, nagyon el voltak foglalva, ők, ők, voltak a vendégek, el voltak foglalva az, hogy zárjukat, amit hoztak el tudják adni. És ezért amikor ők mentek a Stifoinba, onnan vittek a Stifoinba getet, ott nem kellett mondani, mert a, a aláírásokat lehetett azonosítani könnyen, de amikor a Stifoinba hozták, de Árcsírba, akkor kellett mondani. Rába bára buh, mátszik, mert ársza le ársza. Ráv se is mátszik. Mi skunna, skunna, és mátszik, bajsz belül vannak különböző vélemények, Ráva bár funa, az utca egyik végéből a másik végéből is kötelezte, hogy mondja, hogy előtte írták, sőt, előtte alá. De a szerint csak két kerület között. Rava szerint még egy kerületen belül is van. Rava, de Amara Fisse, én nem Azt mondja, lehet, Rava ugye az a véleményem volt, hogy a probléma az az, hogy nem lehet azonosítani, akkor miért kéne egy kerületen belül, mondani. Hát, hogy nem lehet azon egy kerületen belül, csak be lehet idézni a tanúkat, és akkor lehet őket azonosítani. Azt mondja, a Talmud, Sájnib de azt mondja, hogy itt a városáról volt szó, szóval, és a városában nagyon cserélődtek a lakosok, és ezért tényleg nem lehetett azonosítani, hiába az egyik kerületen belül vagyunk. Oké! Okay. További történetek a Babilónián belüli getekről. Rafhani Mistai, mesélte a következő történetet, Rafkána Aisze Gitavle, Daimi Suran, Hardam, a Sura. Rafkána elé került egy get, és nem volt világos, a getet Surából hozták na hárdába, vagy na hárdából Surába. Ezt szóval nem teljesen értem, hogy ez hogyan lehetséges, mert a getben benne van a, a get írásának a helye. Oké, okay, de minden nem tudták. Csak tudták, -e a két város között, na Hárda és Szura között volt, uh, de nem tudták, hogy hogy. Hogy, hogy. hogy az egyikből a másikba, vagy a másikba az egyikbe. Azt mondja, hogy rá, amely légy szriha, le mély már egy nektem fel légy eljött rához, és azt kérdezte tőle, nos kell, hogy mondja a tanú azt, hogy előttem írták, és előttem írták alá? Amely légy légy szriha, nem kell mondani, a de ha mondta, akkor az nem árt. Váj, a vátet mert miért? Mi azt nem árt? Vi azt mondja, hogy bál, be. Azért nem árt, mert hogyha mondta, tehát ha valakinek nem kellett volna mondania, hogy előtte írták, és előtte írták alá. És mégis mondta, az ártani nem árt, sőt segít. Miért? Mert a később jön a férj, és felveti, hogy az, egész get, ez, 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 érvénytelen, akkor már nem kell azonosítani a tanukat, mert az az eredeti mondása a küldöttnek, hogy előtte írták, és előtte írták alá, az azonosításnak számít, és a get e így érvényes marad. Kedetánya, ahogy tanultunk egy történetet, egy ilyen eset kapcsán. Máj szép adom, ha csehmi Ismael, amely lajcarik, annyi lej már, fanai nektam, fanai nektam, úgy lajcarik. Történt egyszer, hogy jött egy férfi is Ismael elé Izraelbe, és azt hozott egy gettet, és kérdezte is Ismael, kell, hogy mondjam, hogy előtte írták, és előtte írták alá? Amely laj, ne, melyik a nátó, rabi Ismael megkérdezte tőle, honnan jöttél? Amely laj, rebbi mik fársi száj, annyi. Azt mondta neki, Sziszái faluból vagyok. Amen, ah, no, hogy hát a lai már befelé nektem, felé nektem, se lehet szakik Mert azt mondta, hogy ismaj Sziszáiból vagy? Sziszái faluból? Akkor kell mondani. Miért? Hogy amikor majd azonosítani akarunk, akkor ne kelljen külön beidézni a tanukat. De akár se azt nincs lesz le falam, rebi elaj, amel lai rebi válóik, fársaszai, uvlázbet, humerszi, szralak, felé a cipője, jaj, erre jött uh, Rabi Rabbi Lai, és megkérdezte, miután kiment az illetődött, Mester, A miért kellett, hogy mondja? Farsi Szai, Sziszai falu, az benne van az izraeli, nem része Izraelnek, de Izrael Tchumiába, kerületében van. Tehát mondjuk van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, és azon belül van. Tehát, hogy körbe van véve izrael több oldalról. Ez közelebb van Ciporihoz, Cipori egy galileai város, mint Akkó. És Akkó is rendben van például a Rebi Mér szerint. Miért kellett, mondja? Mi a probléma? Mi a válasz erre, hogy... Uh, na, még, nincs, várja, még nincs, válasz. Folytatja um, a Brájta, és azt mondja, hogy nál Rebi Mér, én már Akkó kereszi A fila van, hogy pligál egy Rebi Mér, elebe a de mirke kávak, de szalagítin, mikrovelaj. Mit a Hogy Rebi Mér szerint Uh, akkó az rendben van. A bölcsek vitatkoznak, és azt mondja, hogy nem, Akko az már túl messze van. De ők is csak akkorról vitatkoznak, ami tényleg egy messzi város. De Farsi szaip, az az izraeli uh, településekhez sokkal közelebb volt. Miért kéne, hogy onnan a hoz getet, akkor mondja azt, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Amelá, is tak, ben is tak. azt mondta neki, rabbi Ismael, fiam, maradj csak csöndben. Maradj csak csöndben. Hogy jövő, hogy jövő, ha már mondta, akkor jó, hogy mondta. Miért? Mert itt is ugyanez van. Nem kellett volna, hogy mondja, de megkérdezte, hogy mondja, ami azt jelenti, hogy ő látta, hogy a getet írtak. Mondták, hogy mondja, miért, mert ha bármikor később jön a, 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 a férj, és kérdéseket próbálna generálni a get kósersága kapcsán, akkor itt lesz egy már egy előre beazonosítottság, és a getet nem lehet érvényt tenni, nyilvánítani. Ha jó, nem illeti így akik, leidünk, kamelej, azt mondja a Talmud. Tehát mi volt a kérdés a Bilainak? Magari is Egyértelműen mondta, hogy azért kell csak, hogy mondjat, fiam, hogy előtte írták, és előtte írták alá, hogy később ne kelljen a tanuk azonosításához beidézni a tanukat. egyértelmű volt, hogy ő nem azt mondja, hogy kötelező vagy mondani, nem csak ilyen extraként. Akkor a Bélajnak mi volt egyáltalán a kérdése? Azt mondja, a Talmud, le muka, mely? Egyszerűen a Bélaj nem hallotta az egész párbeszédet, és ezért furcsálta az eljárást. Shalach le Rabbi Aviatar le Rabbi Chizda. Gitina boy mi sham le kan. Ein tzarich le mer fanai nechta u nechta. Rabbi Aviatar, Rabbi üzenetet. na azt mondta. Azok a getek, amelyek onnan, tehát Babilóniából jönnek ide, az az Izraelbe, ott nem kell mondani, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Közben akit érdekel, Kata azonosítja itt a különböző városneveket. A ö, kommentekben. Tehát még egyszer a Biaviatár, aki egy izraeli volt, azt üzente a Hizdának, aki Babilóniában élt, amikor küldtek ide getet, akkor nem kell, hogy mondják, hogy előtte írták, előtte írták alá. Miért? Mert ö, ez, ez egy ö, Babilónia az olyan, mint Izrael ebből a szempontból. Én meg szaván szavannak, és én meg is ma válnék. Miri? Azt hogy vajon miért, miért mondta ezt? Talán azért, mert azon az állásponton volt, hogy a probléma a tudatlanság, és a babiloniakat nem tartotta tudatlannak? De tisztbere van rába, Iszlend de rá megint csak ez nem, nem egy jó válasz, mert rába, aki ezt hangoztatja, hogy a probléma a tudatlanság, ő közben azt is mondja, hogy a probléma az azonosítás. Tehát akkor ez nem oldja fel a problémát. Elende Kulánaba énekel, Káima, ő kimente, a Ádáminden hogy Naxem, Misköt, Azt mondta nem, nem. Ő is elfogadta, hogy a probléma az azonosítás, csak Babilónia és Izrael között nagyon nagy volt a mobilitás, állandóan jöttek, mentek az emberek. szóval azt gondolta, hogy nem olyan nagy baj, ha nem látja a get írását a küldött, de később könnyen be lehet idézni a tanúkat. Amaraviai, már Lémadrebijevi átár bár szám, hú. Most egy kérdésünk lesz. Rebbi Javi hitelességével a kapcsolatban. Rebbi Javi így pászkenolt, és mondta, nem kell, hogy mondják, hogy előtte írták, sőt, előtte írták alá, a Babilóniából hozzák a getet Izraelbe. De ki mondta, hogy Rebbi Evjátár egy autoritás? Hogy ő, amit mond, azt el kell fogadni, hogy olyan nagy rabbi volt? De ha Iudas Salakhlé, de Huda, ne adom a önlemi Samlekán, én kímú vagy itt a jeled, a jelentbe vagy jáld a The Kaszavlej, the Lajszirtut, van már a Witzkog Stein, köszönöm, figyeljetek csak, hogy mi volt Rabbi Javiatar autoritásának a... Miért merült föl, hogy ő nem egy hiteles rabbi? Miért? Mert egyszer küldött egy üzenetet Izraelbe, és azt mondta, hogy nagyon ellenezte, amikor a férfiak Babilóniából Izraelbe jöttek, és a gyerekeiket és az asszonyokat hátrahagyták. Mert ez nem tetszett szegény asszonyokat ott egyedül otthon. És azt mondta, azok, akik onnan jönnek ide, azok olyanok, mint akikről Joel proféta mondja, és adták a gyermeket parázna nőnek, a lányt pedig eladták borért és ittak. Tehát, hogy a családot azt olyan félváról veszik. Önnek ez nem tetszett? És mi történt? Ezzel az üzenettel, ez a levél, amit írt, ezt a levelet írta, gyakorlatilag akarta jelezni uh, Rabbi Javajátár, uh, Rabbi Judának, aki Babilóniában élt, hogy figyelj, jó lenne ezt leállítanánk, hogy ánda jönnek ide uh, turistáskodni a férfiak, és otthon hagyják a családot. Ez mégse illik. Tegyél érte, hogy ez ne legyen. amikor ezt a levelet írta, akkor a levélben volt egy idézet a hogy ugye jó profétától. És mit csinált? Micsoda bűnt követett el, hogy a, amikor írta az idézetet nem csinált szírtutot. Szírtut az, amikor írunk, mondjuk a tórát, ha megnézzük. A tóra szövege egy szirtutra van írva. Szírtut az a sorkihúzás. Tehát így bele van így, ugye nem régen volt kockás füzet, meg vonalas füzet. A vonalakat kihúzták a pergamenre egy ilyen. És elkezdtem, ilyen egy ilyen kezdtem, egy ilyen. neve magyarul egy ilyen, olyan, mint egy ilyen tör, és akkor a végével. Az iskolában technika órán használtuk. Tudjátok, mire gondolok, hogy egy lehet vele. Hogy? Egy árral. Egy árral kihúzzák a sorokat. Mi a tóránál is, hogyha ki van, ha írsz tórát, muszáj a sorokat kihúzni, hogy szép legyen a tóra, hogy egyenes legyen a szöveg. Ha nem, nincs kihúzva a sor, akkor ilyen így fog menni az, a sor. De az az, ha bármikor leírsz egy tórai mondatot, ott kell, hogy legyen szirtút, Egy vonalra kell írnom. És ő szirtút nélkül írta a szöveget. Annak ellenére, hogy azt tanított a rabicvak, hogyha két szót idézel a tórából, azt még nem kell szírtúttal írni, de a három szót akkor már kell. És ő egy egész mondatot idézett szirtút nélkül, tehát ez a rabjavijátár, ez egy, egy hiteltárabj, ez nem, nem lehet komolyan venni. Az a szirtuk. Igen. Ma is, amikor getet írunk például, a getnél is csinálunk egy szírtutot. Az írnok először kihúzza a sorokat, 12 sort, és utána írja a getet. Hogy egyenes legyen a sor, egyenes legyen, és sor kizárt legyen a sor. Itt is csinálnak vonalakat, meg oldalt is csinálnak. Ha közel mentek egy tórához, akkor látjátok, hogy ott is ki húzva a sorok, viszintesen is, és függőlegesen is. Oké. Okay. Tehát rabia problémás volt. Most viszont nem, Sala Árba én most az, hogy két szónál nem kell, de három szónál már kell, nem egyértelműen egy mistában azt tanultuk, hogy három szónál még nem kell, de négy szónál már kell. Minden esetre Rabbi egy egész mondatot írt, Szirtut nélkül. Ameliá bája átuk oldalé, adda hadra, mitzhak, láv gavra, labahu. Azt mondta erre a bája, na, hogy már. Ez hát ezt kitanította a Yitzchak. Ha valaki nem tudta a Yitzchak mondását, az már nem egy autoritás. Mi is nem a A gmarra hív, gmarra Arról lenne szó, hogy valamilyen ö, logikai érvelésből levezetett tanítás van, akkor lehetne azt hogy ez nem elég okos ez a Rabbi. nem tudta magától, hogy ezt le kéne vezetni valahonnan. De ez, amit mondott Rabbi Ickak, hogy kell szírtud kihúzás, amikor a tórából leírunk egy mondatot, ez egy, ez egy hagyomány. Lehet, hogy hozzá el a hagyomány. Most ez, ez nem tehet róla. Volt, ha rabjévi de azt kim És nem, nem szabad félváról venni a Viátárt, mert a játár olyan nagy ember volt, hogy a jó Isten is e, utólag jóvá hagyta, amit mondott. Még szív. Vagy tízne alaf Van egy történet, ugye, a pilegesbe giva. A legesbe giva története az az, hogy volt egy férfi, aki, a, aki mérges lett a ágyasára. Ugye az ágyas, azt csak tisztázzuk, a a, 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 bibliai időkben volt egy ilyen fogalom, hogy ágyas. Mi azt, a az, tulajdonképpen az egy házastárs volt, csak nem volt olyan, a ketuba kötelessége nem volt mellette. Tehát egy kicsit olyan lazább volt a, a kötelesség a férfi részéről. De ez nem egy e, szerető, hanem az is egy feleség volt, csak egy alacsonyabb e, státuszban. Mindencsappi levégesbe giva azt jelenti, hogy volt egy, egy a felesége, és mérges lett rá, és kizárta a házból, és a Binyamin törzsének a területén volt, és jöttek a férfek, és megerőszakolták a nőt aki szerencsétlen be akart volna jönni. És amikor kijött a házból, és látja, hogy másnap reggel az asszony ott fekszik a sorozat megerőszakolás után, és olyan mérges lett, és azt mondja a tanár, hogy szétvágta darabokra, 12 darabokra az önőt, és elküldte egész Izraelbe mind a 12 törzsnek, és a törzsek a mérgesek lettek Benyámin törzsre, és a polgárháború kezdődött, és Benyámin törzsét majdnem kiirtották teljesen. Ugye? A bírák könyvében benne van ez a 19-es fejezetben ez a történet. A kérdés az volt, hogy mi volt a haragoka. Miért volt mérges a feleségére? Mit mond a tanach? A 10 a alapvilágsai, mert megcsalta őt az ő ágyasa. Most a kommentárok úgy gondolják, hogy nem lehet az, hogy szó szerint megcsalta, mert ha szószén megcsalta volna, akkor nem lett volna. Kiderül a történetből, hogy csak úgy, úgy, úgy fegyelmezni akarta, de úgy visszavette volna. Ha tényleg megcsalta volna, akkor el kellett volna, hogy váljanak. Tehát itt valamilyen metaforikus jelentése van a megcsalta. Mit jelent a megcsalta? Rebi aviátara már zvuv macala, rebi a már nima macala. Rebi aviátár szerint miért volt mérges rá? Készüljetek fel, egy erős rész következik. Miért volt rá mérges? De Béviátár szerint azért volt rá mérges, mert egy legyet talált a levesébe. De Jonathan szerint azért volt mérges, mert egy szőrszálat talált nála. Azon a bizonyos helyen. Ugye abban az időben az volt a szokás, hogy a nemi szerv, a fanszört azt ö, ö, szört a nők, <laughs> és úgy ítélték meg, hogy ha valaki ezt nem csinálja, akkor azzal veszélyt okoz a férfinek a aktus közben. És azért volt rá mérges, mert a nő elmulasztotta ezt csinálni. Ez volt Rabbi Jonathan véleménye. Áskehére rabi Jatár És hát vita volt itt a Rabbi között, hogy miért volt mérges a férfi, legesbe giva a feleségére ebben a bibliai történetben. Na azt mondta, hogy azért, mert talált, a, mert talált a levesébe egy legyet. Később Bébi játár álmában találkozott Eliáhu Ilés profétával. Amennyi Májka, Vidakadus Barhu, megkérdezte a Bébi Átán t mond, most mivel foglalkozik Isten? Ami lej, asszik be pilegesbe giva. Azt mondta neki, Isten most elmélyülten tanulmányozza a pillegesbe giva történetét. Michael a és mit mond Isten erről a történetről? A melej vjátar bni káhuaimer, Azt mondja Isten, hogy is volt ez a történet? Mi a jelentése ennek? Evjátár az én fiam így értelmezi. Jonatán az én fiam úgy értelmezi. Most álljunk egy pillanatra, de mi akkor mit látunk, hogy Evjátár egy olyan nagy ember volt, hogy Eliáhu azt mesélte neki, hogy Isten számon tartja az ő véleményét. Mert mondja, hogy Evjátár így értelmezi a szöveget, Jonatán úgy értelmezi a szöveget. Azt mondta neki, az hogy lehetséges? Amely haszra mi ez fék, Lehetséges ez? Lehetséges, hogy Isten bizonytalan a jelentésben? A Tanakh jelentésében mi bizonytalanok vagyunk, és vita van? De Isten bizonytalan a Tanakh jelentésében? Ez hogy lehetséges? Azt mondta neki Eliyáó, de lehetséges. Miért? Mert ez is, az is az élő Isten szava. Egy fantasztikus... És befejezte, és azt mondta, hogy ez esetben mit jelent, hogy ez is az is az élő Isten szava? Hogy mind a kettő igaz. Mind a kettőben van igazság. Hogy mi volt a, miért lett mérges ez a férfi a, a, a történetben a... a hogy hívják a, a ágyasára. Miért? Zvúv maca, lehigpid, nem maca Az igazság az, hogy mind a kettőjüknek igazad. Először talált egy legyet a és akkor még nem lett mérges. De később, amikor ezt a fanször szállat találta, az, az már, túl sok volt, és az, az ütötte ki a dolgot. Most igen, mert a, történet, a, egy fantasztikus ember a történetben, hogy mit mond a történet, hogy Isten ott ül, és a tanács szövegét értelmezi, és számon tartja, hogy az egyik rabbi így magyarázza, a másik rabbi úgy magyarázza. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs egy definitív jelentése a szövegnek. A jelentés azáltal válik teljessé, hogy mi magyarázzuk a, 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 a szöveget. Szóval Isten úgy volt vele, én ide rakom nektek ezt a szöveget, ahogy ti fogjátok értelmezni, úgy lesz kész a jelentése. És azért én is kíváncsi vagyok rá, hogy ti hogy értelmezitek. Szihetetlen. Ez, ez egy, szerintem ez egy hatalmas egy novum. Tehát minden este látunk ebből, hogy Rebbi egy komoly ember volt, mert Isten számon tartotta az ő véleményét. Amár egy Huda, Be Kaira, Nima, Makam, Zvuv, Me Nima, Szakanta. Rebbi ez még hozzátette, hogy igen, ez valóban így volt. Amikor talált egy legyet a levesbe, akkor nem volt olyan -e mérges, mert az csak undorító. De amikor talált egy szőrszálat, egy fanszőrszálat, az viszont már nagyon, az már probléma volt, mert az nem csak undorító, hanem az veszélyes is. Ikadámli ájdi vájdi be nima, si Mások szerint elve nem a fanször van szó, mind a két féle, mind a levesről szól. Tehát egy legyet a levesben, meg egy szőrszálat a levesben. Amikor a légy volt, akkor azt mondta magában, nunu, ez előfordul, ez egy nem tehet róla, hát a légy belerepült a levesbe. De amikor egy szőrszálat talált a levesben, akkor azt mondta, na, ez már túlzás, ez, ez a, ez a figyelmetlenség, és ezért lett nagyon ideges. Kedves barátaim, vidáig tartott a mai nap köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este folytatás következik. Most a következő két napban vissza fogunk térni a Szota Traktátushoz, és hétfőn fogjuk folytatni a Gitint. Kívánok mindenkinek egy fantasztikus Sábez, úgy Sábez, Sabat csalom, a legeslegjobbakat kívánom, a viszontlátásra, viszont hallásra.